Az Odüsszeia egy eposz, ergo nem egy drámai szöveg. Első és legfontosabb feladatunk az eposz szövegével, vagy annak színpadra alkalmazásával volt. A színészekkel és a dramaturg kollégámmal, Alfarman Petrával együtt gyúrtuk össze ezt a szövegtestet, nagyban építve a színészi játékra és a színészi képességekre. Ezek iszonyatosan izgalmas történetek, mind az Iliász, mind az Odüsszeia, rendkívül gazdag és sokfele ágazó, sokrétű történetek. Ez az Odüsszeiából a Kirké epizódokat dolgozza fel. Kirké igazából szerintem az egész eposzban így a legizgalmasabb szereplő, a kalandok felénél érkezik el hozzá Odüsszeusz, és nem véletlen, hogy utána az alvilágjárás, a nekülye következik, szóval ez a kapcsolat, ez a legnagyobb rejtély valójában az egész eposzban, és mi most ezt próbáljuk újraértelmezni, hazatérés témáját, az otthon megtalálásának a témáját ezáltal is újra gondolni. Másodéves koreográfus rendező hallgatóként nekem ez a darab, ez a munka, ez kifejezetten sokat jelent. Bendegúz engem a darab koreográfiájának elkészítéséhez kért fel, és nekem lényegében ez az első komolyabb alkalmazott koreográfiai munkám. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon érdekes tapasztalás nekem. A jó hangulat az meglátszik a végeredményen is, mert úgy érzem, hogy egy remek kohézió alakult ki a színészek és a darab egyéb résztvevői között. Ez valami olyasmit ad ki, ami megragadja az Odüsszeiának a lényegét, vagy ennek a résznek a lényegét. Sikerült vele a mi fókuszunkra rátapintanunk, vagy ezt kiemelnünk.